Nos, jó mindenkinek, sziasztok, srácoként tanuljuk, és ímét vagyunk egy következő videóban. És hát, ja, megint egy olyan skinem van, amit ti küldtetek nekem, srácok, megint ott lesz a komment szekcióba a csodálatos izé, a skinem, amit ugye át tudtok nekem alakítani, és lehet nekem küldeni a e-mail címemre, és az is ugyanúgy ott lesz. Hát, ezt a skint küldte nekem az egyik nézőm, rá van írva a pólómra, hogy PGT, a szám az nem tudom, hogy miért van kirúzsozva, és nem tudom, hogy mi történt így a testemmel, meg a nadrágommal, hogy miért ilyen full zöld, vagy nem tudom, nagyon-nagyon furcsa. De mindegy, hát akkor most ebbe a skinbe fogunk játszani. Amúgy még van egy ilyen 3-4 ember, aki most nekem küldött skint, azokat is majd be fogom rakni a következő videókba. De hát merem remélni, hogy még azért sokat fogtok nekem küldeni. Szóval, itt vannak ugye az előző videóból megszerzett gyémántjaim, amit a nagy csatornán láthattok amúgy. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez a videó után mindenféleképpen menjetek át a harmadik csatornámra, mert ott fog kezdődni a következő hardcore-os részem. Szóval, srácok, nem fogjátok elhinni, de eléggé furcsa dolgok történtek velem az este. Na, például ilyen dolgok, tehát hogy nem tudom, este amikor próbáltam itt aludni, akkor nem tudom, random kibenyitódott az ajtó, mondjuk az lehet, hogy valamelyik falusi volt, de random kinyilogattak a ládák, meg ilyenek, meg hogy kitört az egyik üveg, aztán visszakerült, meg mit tudom én. Nagyon-nagyon furcsa dolgaim voltak a házban, szóval... Na, ez például most megint mi? Előbb ez nem volt itt. Tehát látjátok, ezekre gondolok. Tehát, hogy nem tudom, hogy így kezd ugye, vagy hát lassan Halloween lesz, és hogy ez most, ez miatt próbál engem valaki megviccelni, megint mi ez a hang? Mi ez a lapos? Nem tudom, ez megint mi. Miért Na jó, nem, tényleg nem. Na látjátok? Látjátok, megint nyomódott a billentyűzetem meg a egerem. Tehát, hogy ezek mik? Mik történnek egyáltalán, vagy mi? Megint random kinyitódott az ajtó. Tehát ilyen dolgok történnek velem mostanában, és egyszerűen tényleg nem tudom betudni annak, hogy ez így mi. Jó, ezt a vért én ezt így ki is dobálom, minden fúj, nem kell lesz. Jaj, na jó van. Nem tudom, mit kéne csinálnunk. Kéne mondjuk, na várjátok, hozok gyors egy izét, hozok gyors egy kevés kis fát, és csinálok szerintem egy gyémánt szettet magamnak, a sok gyémántomból, hogyha már. Ja, hogyha már... Na megint, ezek hogy kerültek ide? És ugyanoda visszakerült. Na jó, na igen, ez az. Erről beszéltem, hogy... Ja, ezek történtek velem az este, és látom nappal is folytatódik nagyon-nagyon nagy szeretettel. Szóval hát tényleg nagyon örülök, most már csak az lenne az ijesztőbb, hogyha hirtelen mögöttem itt lenne valami, de nem. Nyitódik megint az ajtó össze-vissza kibe. Hú, na mindegy. Jó, és megint van, hát igen, 7 darab vöröskő, jó, de, ezt láttátok? Ezt láttátok? Ne már! Mi történik itt? Miért kell? Ezt nem tudom, hogy mit csinálja, de befejezze. Hagyd már az ajtómat, hagyd az ajtómat békén! Nem, de te vagy? Te tréfálkozol velem? Te csinálod? Tudod, hogy te... Megütött meg valami hátulról, de nagyszerű. Jó van, tudjátok mit, költözünk el. Nem érdekel, én elköltözök máshol, srácok, átviszem az ágyamat máshol. Jó, nem, én ezt nem fogom csinálni. Eltűnt a monitorom, na jó, nem érdekel. Hagyjál békén. Most ez komoly. Csóli gyémántjém, nem hiszem el, na jó, valamennyit magammal viszek. Na jó van, nem érdekel, elköltözök, srácok, hagyjál békén te ház. Jó, tudjátok, mint egy kis házba, itt biztos nem fognak engem zaklatni. Jó, hallottam, hogy kitört megint egy üveg? Nem már! Most ez komoly? Na jó, nem ér... Nem. Na jó, nem. Kijövök innen. Tudjátok, itt fogok kint lakni, itt az udvaron. Ez itt egy tökéletes hely szerintem. Ide szépen le fogok feküdni így a földre, és itt fogok aludni. Aha, igen, mondtam, na jó, engem csak a házakba szivattak, srácok, jó, lépjünk le innen, vagy nem tudom, mit csináljunk. Aj, na jó, van valaki, aki segít, haló, valaki, nem örültem meg, haló, hello, szia, szellemek vannak a házamba, vagy nem tudom mi ez, de random történnek nagyon furcsa dolgok. Segítesz? Léci. Nem akarsz nekem segíteni? Légy szíves. Nem bírom ezt, nem is léteznek. De léteznek! Ott volt a gyere velem! Köves! Szomszédot tud segíteni szerintem. Ő a szomszéd? Aha, ő a szomszéd, oké. Okay. Hello szomszéd, szia! Nézd meg megint. Szellemek vannak a ház...
Hagyd már abba! Ja, ezt most a falusiak csinálják, jó. Na, hello szomszéd, most ez komoly? Na jó, hello szomszéd, na! Váááá! Na, Istenem! Hagyd már abban, na! Szomszéd, figyelj! Szellemek járnak a házamban, és kéne nekem nagyon segítség. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy valamit segíts, mert kész vagyok. Ilyeneket dobálnak el. Tényleg? Igen. Igen, blokkokat ütnek ki, átlagítják a házamat, meg nem tudom. Nyitogatják össze-vissza az ajtót, üvegeket törnek ki, vért raknak le. Melyik házban laksz? Ebben, a barnában. Abban megöltek egy embert. De a többiben is trollkodnak engem, vagy szivatnak, vagy nem tudom mit csinálnak ezek a szellemek. Követnek. Aha, értem. És hogy bírom lerázni? A cukortól tudtommal félnek. Na, látod? Látod, erről beszélek. Erről beszélek. Ó, Isten, na jó. Figyelj, nem tudsz adni egy kis cukrot, mert nekem nagyon nincsen. Ez elég durva, hát ez az. Na, hoppá, 64 cukor. Ó, köszi szépen, kedves szomszéd. Hát, jó fej vagy. Tessék, köszi. Majd nem tudom, szólok, hogyha megjavult a dolog, vagy valami. Sok szerencsét, köszi. Ide figyelj, te szellem, itt nézz jön nálam, na, ezt kap ki. Na, ezt kap ki, cukor. Nem tudom, hogy hogy félne. Itt. Ez ijesztő. Ne! De! Ez engem rémít meg. De hogy nem! Tessék! Ha! Tűnj el a házamból! Tűnj el mindenhonnan! Menj innen! Istenem! Na jó! Sebződik! Ha! Noob vagy! Ennyi! Easy! Kikergettük! Elkergettük! Ennyit erről! Na mi a szellem? Ennyit értél? Ennyi voltál? Ez tud repülni. Jaj ne, a szellemek tudnak repülni. Na, menj innen! Itt a cukor, látod? Haha! Jaj, ez nagyon vicces. Na mi az? Jó, ez vicces. Kapjuk el, ők a szellemírtók! Gyerünk! Állj meg! Ne félj! Jó, hát úgy tűnik, hogy a szellem jobban fél tőlem, mint én tőle. Ez hol tűnt? Itt van? Ez hol van? Ez eltűnt! Ez hol tűnt el? Srácokat, akkor szerintem folytatjuk a napi, rutinos életünket. Meg mindent, mert le tudtuk győzni ezt a szellemet, vagy nem tudom, de... Miért lett sötét? Miért nem látok semmit? Sőt, nem tudok mozogni. Ne! Nem tudok mozogni! Ugrálni tudok. Nem bírok mozogni! Ne már! Ne! Menjünk innen! Ne! Ne! Mi történt? Hol vagyok? De, srácok? Bocsi a izér. Hol vagyok? Hova kerültem? Muhaha! Te ki vagy? Nem látlak, nem látok kb. Semmit. Hol vagy? Elkaptalak. Nem már, ő a szellem. Jaj, nem már! De hogy kaptál el? Te, ott se voltál, vagy nem tudom elkerülni. Nézzük, van nálam cukor. Félj a cukortól. Itt van még nálam. Addig nem bántatsz, amíg van. Szóval, ja. Most már látok. Még mindig nem bírok mozogni. Nem már. Nem félek. Mi az, hogy nem félsz? Itt a cukor. Látod? Félned kell. Távol van. Ott van! Istenem. Ott van! Látod? Féljél! Ne! Srácok, az ott kis meg Lola? Nem már! Ez elkapta kis meg Lolát. Vendégeink is vannak. Nem már! Ne! Őket engedd el! Hogy kaptad el őket? Ne! Menj tőlük! Kis! Kapd el! Cukor! Cukor! Ne! Nem már! Engedd el őket! Őket biztosan nem bántatod! Nem! Nem! Gyere ide! Küzdj meg te ellenem! Ne őket bánsd meg ilyenek! Na, de ott a cukor, látod? Haha, ennyit erről. Látod, ennyi. Ki az a szellem, aki fél egy cukortól? De komolyan mondom. Na most akkor végezzek velük? Nem végezhetsz velük. Ők, ne. Nem már. Nem fogsz velük végezni. Biztosan nem fogsz velük végezni. Azonnal engedd el őket. Most azonnal. Adok neked 5 másodpercet, jó? 5. Gyerünk, 5. 4. 3, 2, 1, gyerünk, azonnal engedd el! Na, az a, de nem úgy, engedd is el őket, úgy, na. Látod? Megy ez, látod? Mondtam, csak szépen engedd el őket. Ennyit erről, na, engedd el őket, gyerünk! Nehogy az el, hogy megütöd őket. Engedd el őket, mondom! Na, ne,
Ne bántsd már a kutyákat! Nem lehetsz ennyire gonosz szívű! Nem lehetsz ennyire gonosz... Na mi az? Na mi az, látod? Istenem! Na mi az, látod? Ennyi vagy! Ennyi vagy, látod? Még a kutyák is elintéznek téged! Na jó, nem, ennyi vagy! Ízi, itt a cukor, látod? Látod, mi van itt? Cukor? Jaj! Ne ütögess engem! Ne ütögess engem, kis! Támad meg! Kis, támad meg, azaz! Azaz! Na, gyerünk, na mi van? Félsz kettő kutyától? De aranyos! Lola, gyerünk, öljetek meg, azaz! Gyerünk, ennyi! Gyerünk, kapjátok el! Azaz! Ja, Istenem, mennyire pén ez a szellem, és meghalt. Ja, Istenem. Kis, Lola, gyertek ide! Gyere! Lola, engedj ki valahogy! Gyere, kis, te is! Szia! Sziasztok, engedjetek ki valahogy, vagy nem tudom, hogy bírtok innen kiengedni. Kis, Lola, valami, léci. Istenem, hogy jussak innen ki, srácok? Ott volt nála egy csákány. Hogy jutassunk ki? Adjatok egy csákányt! Lola, adj egy csákányt, légy szíves! Légy szíves, adj egy csákányt, Lola! És adj már egy csákányt a gazdidnak! Na, végre, Istenem! Ki tudtunk innen szabadulni, nagyon nehezen! És hát, ja, le tudtuk győzni ezt ellenetet, és hát kiség győzték le! Igazából most ez az ő dicsőségük! Szóval, srácok, igazából ennyi! Hát, találkozunk akkor a következő videóban, és hát a örömmel tetszett a videó! És akkor, ja! Nem tudom, pár ezer like-tól akkor folytás! És akkor kösz szépen még egyszer itt voltok, és akkor jöttetek fel, és dobjatok egy like-ot! Meg ilyenek, és sziasztok! Sziasztok srácok! Ez a videó után egyből kezdődik a következő hardcore sorozatom, a Dani kötőjel Minecraft nevű csatornámon, szóval, hogyha nem akartok lemaradni erről a fajta videóról, vagy a Black-kel való skyblockos sorozatomról, akkor mindenféleképpen nézd meg ezt a csatornámat is, ugye ezt kell beírni YouTube-ra, vagy Google-re, és iratkozzatok fel szerintem akkor ide is, hogyha akartok engem itt is látni videózni, és ja, megpróbálok ide is naponta feltölteni videókat, és hát ja, legyen jó hétvégétek, meg nagyon jó összüneteket, szüneteltek, na, és ugye az őszüzenetben minden nap 8:30-kor van videó, a nagy, kicsi, és a harmadik csatornám pedig 8:45-kor. Ennyi, röviden, és még egyszer jó pihenést, és jó szórakozást, és ja, sziasztok!